Üdvözlöm Önöket, Önök a világhíradót látják. ENSZ segélykonvoj indul Madalya felé. A szírvárost fél éve vonták blokád alá a kormánycsapatok. Az elmúlt hetekben súlyos éhínségről érkeztek beszámolók a településről. A blokád miatt nehéz pontosan megállapítani, milyen a helyzet, de egyes források szerint többen éhen haltak a városban. A világszervezet ezzel párhuzamosan két a lázadók által elzárt településre is víz segélyszállítmányokat. 40 ezer ember egy havi ellátására elegendő élelmiszert küld az ENSZ világélelmezési programja a szíriai Madalya városába. A települést fél éve vonták blokád alá a kormánycsapatok. Az elmúlt hetekben több olyan felvétel és beszámoló jelent meg az interneten, amelyek szerint éhínség alakult ki a városban. Ezt a fiatal férfit például azért kellett kórházba szállítani, mert az éhezéstől elgyengülve elesett és összetörte magát. Saját bevallása szerint 5. napja nem evett már, amikor a baleset történt. A helyiek azt mondják, a télbeállta előtt faleveleket, cserjéket ettek, de mióta vihartombol a környéken, már ez sem maradt. A 40 ezer fős településre utoljára tavaly októberben engedtek be segélyszállítmányokat a kormányerők. Bár valódi harcok nem dúlnak a településen és környékén, a kormányzati csapatok és az őket támogató Hezbollah fegyveresek lehetetlenné teszik a bejutást. A város sorsa két több száz kilométerre fekvő falu sorsával fonódik össze. Ezeket az alavita településeket ellenzéki fegyveresek vették körbe. Információk szerint a szemben álló felek az Assad rezsim bázisául szolgáló kisebbség által lakott falvakat akarják Madajára cserélni. A hétvégén összeállított szállítmányokat az eredeti tervek szerint már vasárnap útnak indították volna a damaszkuszi ENSZ raktárból, de még hétfő reggel is az utolsó biztonsági ellenőrzésre kellett várni. A nap folyamán azonban elindultak a segélyek a libanoni határ közelében fekvő Madaja, valamint a felkelők által körbezárt Idlib tartománybeli falvak felé is. Abszurd színházi jelenetre emlékezteti Putyint a kelet-ukrajnai helyzet. Erről beszélt egy német lapnak adott interjúban az orosz elnök. Vlagyimir Putyin keményen kritizálta az Oroszországra kivetett nyugati szankciókat is, amelyek a véleménye szerint mindkét fél számára komoly károkat okoznak. Elmondása alapján Moszkva a büntető intézkedések miatt csak nehezen jut pénzhez a nemzetközi piacokon, emellett az energiaárak esése is nagy károkat okozott az orosz gazdaságnak. Putyin szerint a NATO keleti bővítésére nem szabadott volna sort keríteni, nem lett volna szabad felvenni tagjai közé Lengyelországot és több kelet-európai államot. Rendszerellenes tüntetők zavarták meg a legnagyobb görög ellenzéki párt az Új Demokrácia vezetőválasztásának vasárnapi második fordulóját. A tiltakozók Athén egyik külvárosi szavazóhelyiségébe törtek be. A támadók festéket öntöttek szét és tönkretették a szavazólapokat, illetve urnákat. Új vezetőt választott vasárnap az Új Demokrácia. A legnagyobb görög ellenzéki pártot júliusig Antonis Szamarasz volt kormányfő vezette. Ő azután mondott le a pártelnökségről, hogy a görögök népszavazáson utasították el az új mentőhitel feltételeit. Az Új Demokrácia irányítását Vangelis Meimarakis vette át. A tavaly januári parlamenti választás után a párt a szeptemberi előrehozott választáson ismét kikapott a Szirizától. Meimarakis novemberben lemondott, de jelöltként indult a pártelnök választáson. A december 20-án megtartott első forduló négy jelöltje közül az első helyen végzett. A vasárnapi második fordulót viszont elvesztette. Kis különbséggel kikapott Kiriakos Mitsotakistól, aki korábban az adminisztratív reformokért felelős tárcavezető volt. Az Új Demokrácia mostantól nem csak egyszerűen egységes. Megújult és kibővült jobb középpártként képes lesz alternatívát nyújtani és felmutatni egy meggyőző tervet, amivel az ország kijuthat a válságból, mondta Mitsotakis. Az Új Demokrácia 2004 és 2009 között egyedül kormányzott, de a válság miatt csökkent a népszerűsége. Eleinte ellenezte a külföldi mentőhiteleket, amikre végül mégis rászorult. 2012-es választási győzelme és a szocialistákkal kötött koalíciója után megszorításokra kényszerült. A párt új elnöke Kiriakos Mitsotakis ismert politikus család sarja. Apja korábban kormányfő, nővére pedig külügyminiszter volt. Ő maga amerikai egyetemeken szerzett diplomát és Londonban is dolgozott egy banknál.
Többször élesen bírálta a görög szakszervezeteket és az állami pazarlást. Az ország jelenlegi miniszterelnökét Alexis Tsipraszt hazugnak nevezte. Ugyanakkor utalt rá, hogy bizonyos feltételek mellett hajlandó lenne együttműködni vele nemzeti ügyekben. Történelmi nap Spanyolországban. Most először állt bíróság elé a királyi család egyik tagja. Krisztina hercegnőt a férje üzleti ügyeiben folyó nyomozás kapcsán hallgatták ki, és bűnrészességgel vádolják. A nyomozóhatóság szerint férjével közösen egy non-profit sportalapítványon keresztül kötöttek szerződéseket regionális kormányzati szervekkel. Majd a bevételek egy részét egy olyan cégnek utalták át, amelyet többségében a hercegnő és a férje tulajdonol. Ezt a pénzt személyes kiadásaikra fordították. Fülöp király testvérét két rendbeli adócsalásban való bűnrészességgel vádolja az ügyészség. Amennyiben elítélik, akár 8 év börtönbüntetése is számíthat. Férje ellen még több a vád, rá akár 19 év szabadságvesztést is kiszabhatnak. Függetlenségpárti elnököt választott a katalán parlament a tartomány első emberévé a vasárnapi rendkívüli ülésen. Carles Puigdemont úgy tudta megszerezni az elnökséghez szükséges szavazatokat, hogy mellé álltak a katalán parlament függetlenséget támogató pártjainak képviselői. Madrid már is üzent a tartománynak, felkészültek a válaszlépésekre. A központi kormányzat álláspontja szerint Katalónia nem nyilváníthatja ki egyoldalúan elszakadását Spanyolországtól. Éjszakában nyúló szavazáson döntöttek a tartomány új elnökének személyéről Katalóniában. A tavalyi parlamenti választásokon ugyan a függetlenségpártiak győztek, de sem az Együtt az Igenért, sem a Népi Egység frakció nem szerzett többséget a parlamentben. Az elmúlt hónapok eredménytelen húzavonával teltek. A kisebbik párt nem volt hajlandó Artur Mas újraválasztását támogatni, aki néhány napja már új választások kiírását is kilátásba helyezte. Végül szombaton jelentették be, a 2010 óta tartomány élén álló politikus visszalép Carles Puigdemont javára. Mas korábban 18 hónapos tervet mutatott be a tartomány függetlenségének kivívására. Ennek sorsáról egyelőre nincs hír, de az újonnan megválasztott elnök maga is az elszakadást támogatja. Soha nem volt még a katalán függetlenségnek ennyi támogatója. Most teljes demokratikus legitimitást nyertünk, és újabb támogatókat kell az ügyünk mellé állítani, mondta a parlament előtt. A tartomány új első embere korábban évtizedeken át újságíróként dolgozott, majd az Artur Mas vezette függetlenségi párt színeiben került a katalán parlamentbe 10 évvel ezelőtt. Madrid már hétfőn üzente a katalánoknak. Függetlenségről szó sem lehet. A kormányzat semmi olyat nem fog megengedni, ami az egységet és a spanyol szuverenitást megsérti. Társadalmunkat egyenlő jogokkal bíró állampolgárok alkotják, ezért nem engedhetjük meg, hogy bárki is korlátlan jogokat tulajdonítson magának, olyan hatalomhoz nyúlva, ami ellenőrizhetetlen. Megsértve a törvényeket és a demokráciát is, fogalmazott Mariano Rajoy. Madrid ma már hajtja a vizet, hogy felmérések alapján a katalánok többsége sem akar feltétlenül elszakadni Spanyolországtól. A helyiek inkább nagyobb mozgásteret és adókedvezményeket szeretnének. A rendkívüli hideg kockázataira figyelmeztették az embereket Irkutszkban. Az orosz városban mínusz 32 Celsius fok alá esett a hőmérséklet. Szibériában ennél hidegebbet is szoktak mérni, de az emberi szervezetre már ez is nagyon veszélyes. A helyi kórház egyik osztályvezető orvosa elmondta, hogy 19 embert kezelnek súlyos fagyási sérülésekkel. Hozzátette, hogy további esetekre számítanak a farkasordító hideg miatt. Arról is beszélt, hogy sok esetben végtagokat kell amputálniuk a fagyási sérülések miatt. Arra kérte a helyi lakosokat, hogy legyenek nagyon óvatosak a rendkívüli fagyok idején. Látványos légi bemutatókat tartanak idén is az Izraelbe látogató seregélyek. Az orosz és kelet-európai hideg elől menekülve a madarak minden télen elrepülnek a Szentföldre. 20 éve még több millióan érkeztek, de számuk az elmúlt években néhány százezerre csökkent. Éjszakai pihenőjük előtt csapatba verődnek és bámulatos táncot járnak az égbolton. Ornitológusok szerint így könnyebben találnak élelmet és hatékonyabban tudják megzavarni a ragadozó madarakat. Önök a világhíradót látták, köszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok!